Nagyon komoly apropója van ennek a mai estének. 25 éves a Gyulai Könyvtár német olvasóterme. Ennek apropóján idézte fel Dézsi János igazgató, hogy kezdő könyvtáros korában hozták létre ezt a részleget, ahol gyakran feltűnt az a Csősz Róbert, aki akkor diákként járt ide. A német irodalom iránti kötődésem az itt a szomszéd szobában alakult ki. Az Erkel Gimnázium egykori tanulója most, mint műfordító tért vissza Gyulára. Többek között Thomas Mann és Volker Kutscher írásait ültette át magyar nyelvre. Nem is annyira a Gyulai Gimnáziumból vezetett ez az út, hanem inkább innen a Magyarorsi Könyvtárnak, a német olvasóterméből. Ugyanis itt találkoztam először igazából olyan német szövegekkel, amiknek a fordítása felmerült bennem, és amikor eldöntöttem, hogy ez egy izgalmas kihívás lehet. Csősz Róberttel egykori iskolai pattársa Kis László író beszélgetett. A műfordító szólt arról, hogy jön létre magyar szöveg a németből, és hogy mit gondol arról a trendről, mely szerint a fordítót adott esetben egy-egy mű eredeti szerzőjével emlegetnek egy szinten. Hogy a fordító kapjon nagyobb szerepet a könyvekben, például a fordító neve kerüljön fel a címoldalra, a szerző neve mellé, ami ugye itt az a háttérben a gondolat, hogy a fordító is ugyanolyan fontos, hogy hasonlóan fontos, mint a szerző. Én mégis azt gondolom, hogy a szerzője az elsődleges érdem, ővé a nagyobb munka, ővé a koncepció, és a fordító az inkább csak megpróbálja a lehetséges keretek között a legjobb fordítást megalkotni. Csősz Róbert több évet töltött Németországban, élt Potsdamban és Berlinben. Jelenleg a Szegedi Radnóti Gimnáziumban tanít, emellett foglalkozik műfordítással.